A Tolna megyei Závodon található, Németországban és Svájcban a 17. századtól elterjedt Fachwerkhaus története igazán regényes. Ez a ház valamikor a Závodihoz hasonlóan fuldai német telepesekkel benépesített lengyelben épült, és egy egészen véletlen folytán egy épületbontás során derült ki, hogy ilyen értékes faváz lapul a vakolat alatt, és akkor dőlt el a sorsa tulajdonképpen, hogy további sorsa, halálra ítélés helyett újjáépült ez a ház. Ezt a nagyon régi német építési technikát, amit itt a völgységben nagyon széles körben űztek, de aztán miután eltelt most már 300 év is a németek betelepítése óta, ezek az épületek teljesen eltűntek, kikoptak, alig-alig találni pár darabot itt a völgységben vagy a Dél-Dunántúlon. A vázat lerajzoltuk, számoztuk, és egy szakszerű bontás után egy pajtában töltött el 15 évet. Majd miután egy pályázati lehetőség adódott, annak a támogatások segítségével épült ez újjá itt Závodon. Egy olyan utcában vagyunk, amit a német telepesek elsőként laktak be a területen. Az újjáépítési munka során igyekeztek korabeli anyagokat és korabeli technikákat használni, az ezekhez a technikákhoz használatos ácsszerszámok az épületben kiállított darabok között is megtalálhatóak. Nem betonnal alapoztuk a házat, hanem téglafalak épültek kiemelt földárkokba, bontott kőből építettük a lábazatot, bontott téglából épült a tornác, és aztán a bontott faváz elemeket egészítettük ki új gerendákkal, amit aztán bárdolni kellett, és végül bontott cseréppel fettük. Amit még tudni kell róla, hogy a bontás helyén egy nagyon érdekes vázkitöltő szerkezet volt, tehát a fagerendák között hasított puhafa veszők voltak összefonva, és azt tapasztották két oldalról az akkori építők. Mi már bontott vályogtéglát használtunk, de aztán a külső-belső tapasztás szintén sárból készült, és egyszerű meszelés található rajta. Építészként dolgozom, és itt is élek Závodon, itt is születtem, és hát a környezet indított valószínűleg arra, hogy ez szépen lassan ebbe bele nevelődtem. Tudni kell mindenképpen, hogy a Závodon az építészeti értékek védelme nagyon tudatosan, most már több mint 35 éve folyik. Köszönhetően az akkori faluvezetésnek és bölcs testületi döntéseknek. Azt, ha valaki végig sétál az utcákon, akkor láthatja is, hogy nem véletlenül kapott most már 3-4 országos díjat is a település ezért az értékmentő munkáért. Nagyon jó alkalom lesz a szeptember 10-én rendezett forgófesztivál, bárki elsétálhat és a Fachwerkházat is nyitva megtekintheti. A 17. századi külső egy autentikus belső takar, ahol a berendezési tárgyak mellett számos korabeli használati eszköz is megjelenik. Az alaprajzot gyakorlatilag másoltuk, tehát nem változtattunk semmin. Az egykori eredeti sejt, az, ahogy itt is áll, három egységből állt, szoba-konyha-szoba kialakítással klasszikusan. Ugyanezt képeztük le itt is tulajdonképpen. Szintén hozzátéve, hogy nincsen benne vezetve semmilyen közmű, nincs benne áram, nincs benne vízvezeték, nincs szennyvíz, nincs fürdőszoba. Tapasztott döngött földpadló van és belső egyszerű meszelések. A nagyobbik egykori utcai szoba az egy századfordulós német szobabelsőt mutat be. A kis középső helység az a konyha, ott egy épített tűzhely, takaríktűzhely épült, konyhai eszközökkel berendezve, és van egy kisebb szoba, ahol inkább a fa megmunkáláshoz szükséges eszközök és néhány érdekes használati tárgy látható. Több ezen látták már az épületet a megnyitás óta. Nagyon sok érdeklődő van, akik nyaranta, vagy tavasz végén, őszelején nemzetiség iskolákból jönnek diákcsoportokkal, vagy a környék egy-egy szálláshelyről átsétálva, vagy kifejezetten Závodra látogatva. Az épület homlokzata egy írásos emléket őriz a gerendába vésve, melynek különös története van. Jellegzetesen meredek tetőhajlásszöggel épültek, és két szinten használták a padlást ezek az egykori németek. A padlás középen még egyszer el volt választva, és volt egy felső szintje is, ahol mákot, diót, egyszerűbb terméket tároltak, és lent pedig a lakóépület födéme fölött inkább a terményeket, a kukoricát, gabonát tárolták, búzát. Ennek a háznak külön érdekessége, hogy az egykori padlást megosztó szinten van egy datált, egy írásos fagerenda, ami teljesen véletlenül került elő abból a pajtából, ahol az eredeti váznak az elemeit letettük. Ezzel a gerendával pedig egy másik épület egy darabkája is tovább él az újjáépített Fachwerkházban, Závodon.